A Városháza díszterme adott otthont a Nyitott Torna Termek program 20 éves fennállását ünneplő rendezvénynek. A program lényege, hogy a város iskoláinak tornatermeiben, közösségi házaiban ingyenes sportolási lehetőséget kínál minden korosztály számára. Úgy gondoltuk, hogy két évtized az abszolút alkalmas arra, hogy találkozzunk, meghívjuk a programban résztvevő szakembereket, és megköszönjük a munkájukat. Kiemelten közülük is Magony Tamás munkáját, aki itt a polgármester hivatalunkban dolgozik, és igazi szívelelke, koordinátora ennek a programnak, ami azt mondom, hogy országos szinten is egyedülálló. Tehát ilyen szabadidő sportot magába foglaló, átfogó program, ami ennyi közösséget, ennyi intézményt, ennyi tornatermet, és egyáltalán összességében ennyi sportolni vágyó embert különböző korosztályokba összefogna, nem tudok róla, hogy máshol létezne. A polgármester hozzátette, hogy a kezdeményezés példaértékű az egész országban, a szabadidő sportot pedig így kell koordinálni és szervezni. A szervezés és a megvalósítás számos szakember és instruktor munkáját dicséri, köztük Magony Tamásét, aki a kezdetektől fogva oroszlán részt vállalt a feladatokból. Az önkormányzat biztosít hozzá minden feltételt, ehhez egyébként az iskolák vezetői, illetve a fenntartók, valamint civil szervezetek, egyesületek nagyon nagy segítséget adtak, és a kezdetektől napjainkig 140 fő van, vagy volt, aki ebben a programban programfelelősként, vagy programszervezőként volt benne. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően immár 27 helyszínen áll rendelkezésre mozgási, egészségfejlesztési és sportolási lehetőség annak a több mint 5000 főnek, akik rendszeresen igénybe veszik a szolgáltatásokat. Az ünnepségen oklevelet vehettek át azok, akik a szervezésben és a koordinálásban szerepet vállaltak. Magony Tamás pedig polgármesteri elismerő emlékérem kitüntetésben részesült, a székesfehérvári tömegsport népszerűsítéséért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.